Üdvözlök mindenkit! Nekroklin vagyok! Na, ki jött rá, hogy be lehet menni a Tenóval is az Infestet szobára? Na jó, most arra már biztosan sokan rájöttetek. Remélem mindenkinek kellemesen teltek az ünnepek, de most belevágunk a kőkemény Warframe világába, és mércére veszük Néidust, csak úgy magyarosan mehet neki a kis betyár, Bajusz. Na jó. Rengeteg gondolatom van ezzel a warframe kapcsolatban, hamarosan meg is fogom őket osztani, de egy valamire biztos vagyok, hogy nem jöttetek rá, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon kevesen, mégpedig, hogy hogyan lehet bekerülni az infestett szoba alatt lévő kis területre, ahol úszkál az a furcsa nagy hal, meg a kisebbik hal, és minden olyan infesztett szerű, és hát akkor, kedves nézőim, íme a képi anyag erről, hogy <laughs> igen, itt, itt, itt vagyok. Nos, igazából egy bábnak köszönhetően ide kerültem. Üh, nem, szerintem mindenki meg tudná csinálni, csak be kell állni Nidussal, konkrétan az ajtóba kinyílik az ajtó, és mikor visszateleportálod magad a, a Warframe-be, akkor így beesel ebbe a szobába. Ha szerencséd van, mert kiköthetsz a nagy feketeségben is. De a szerencséd és ebben ez a cuki halhoz uh, fogsz eljutni. Nos, Bejöttünk a Warframe szobába, az infested szobába, meg mielőtt erre rátérnénk az adataira a Nidusnak, mindenre. Bejöttünk az infested szobába, és valamit beszúrtak a nyakunkba. Nos, és ez egy, egy történet szállat indíthat el, amit valószínűleg később egy quest alkalmával megtudunk. A lényeg az, hogy megszólal egy hang, és ezt most szeretném nektek lefordítani, illavíg, és nem lefordítani, tehát elmondja a lényegét, hogy mit mond ez a hang. Gyakorlatilag ez a hang azt mondja, miután miután ugye megszűrjátok a nyakatokat, hogy, hogy fölébredtünk, fölébredtem, mester, de gyenge vagyok, szolgálni akarok, szóval itt van valami furcsa ezzel a nidus gyerek Warframe-mel, úgy néz ki, hogy valakinek a mestere, vagy valakiknek a mestere, mint olyan, olyan beütése van az egész sztorinak, mint hogyha egy hadsereg, lenne a háttérben, Ma Ugye azt tudjuk az infestedről, hogy egy közös tudat, vezérli őket, egy, 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 ilyen hive mind. Nincsenek neki kifejezetten gondolték, de egy ilyen közös tudat, egy, egy, egy érzet, ez vezeti őket valahova. Hogy, hogy túléljenek, és a többi, és a többi. Nos, Nagyjából ez az értelmezése, a lényege ennek a kis uh, történetnek, amit uh, elmond ez a hang nekünk. Mert ha kiben jársz az ajtón, akkor ezt a, uh, a storyt teljes mértékben megtudhatod, és ez ismétlődik, Ordis meg nagyon aggódik szokása szerint. Viszont aki bement a tenóval is, oda, ott kaptunk még egy szöveget, az ilyen kis bónusz szöveg, szöveget, és azt mondja, hogy The Demon Vox uh, on, uh, on the Edge of Shadow, tehát a démon, gondolom utal itt a tenora, Vox uh, on the Edge of Shadow, tehát a, az árnyék, uh, az árny vagy az árnyék szélén is, hát hogy, hogy mondjam, ez túl dramatizáltam, a, a ja, tehát az árny szélén sétál, tehát min, minthogyha mint hogyha a tenók bemerészkednének egy olyan világba, amit nem teljesen értenek, mint kb. ez úgy hangzik, mint amikor Bane Bén megmondta a magáét Batmannek, utána jól elverte és széttört a derekát, nos, kb. ilyesmit tett, de mégis valami kapcsolat van, ugye a maga a Warframe, az Infested Egg, között, a Warframe-ek és az infested között, amit valószínűleg később ki fog derülni egy hmm. quest alkalmával, Mindenképpen érdekes. Azt még hozzáteszem, nem tudom ki emlékszik ki nem a Warframe története, eredet történetéből, hogy démonnak uh, hívták a gyerekeket még az Orokin érában, az Orokin orokiniak, tehát gyakorlatilag uh, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy lehet, hogy valami ott Kapcsolat van. Tehát lehet, hogy az a hang, amit mi hallunk, az valójában egy rége, régen elhalt uh, Orokin valaki, aki beszél és úgy emlegeti a, a tenókat, mint démonok, mert valamikor úgy is hívták őket, mert hogy démonok, mert hogy, hogy ők uralták az erőt című történet. Nos, most, hogy ezt is megtárgyaltuk, és egy ilyen teljes képet kaptunk Nidusról, azt kell mondjam, hogy a, a a leg. Tehát eddig a, ez a Valkyr mellett azt kell mondja, hogy a legérdekesebb ilyen történet, háttértörténete van, azt kell mondja, meg a Stalker sztal, uh, mellett, és a többi. Tehát ilyen egy jó háttértörténet látszik kibontakozni, de ezt majd még uh, meglátjuk. Nos akkor ezen most túl vagyunk. Jöjjön, uh, mielőtt nagyon rád, jöjjön az, hogy én mit vártam ettől a túl. Szóval, mit vártam tőle? Azt vártam, hogy uh, egy nagyon jó crowd control karakter lesz, sejtettem, hogy nagyon uh, uh, erős túlélési képességei lesznek, mi vagy nincs shieldje -ja és passzívként életet tölt vissza, de vártam, hogy az ultiával egy nagyon jó crowd control lesz, illetve hogy a kettes képessége egy uh, egy ilyen frostéhoz hasonló valami lesz, és ma magyarul összesítve, amit vártam tőle, egy kényelmesen használ, tehát egy kényelmes Warframe-t, ami nagyon jó crowd control és megfelelő túlési képességgel bír. Magyarul azt vártam tőle, hogy ez, ez ugyanolyan unalmas legyen, mint egy néhány Warframe vagy ugyanolyan egyszerű és könnyű legyen használni, mint egy régi szarint, vagy mint egy vóban, vagy valami. És örülök, hogy kellemesen csalódtam, ez a Warframe jó és, és izgalmas, azt kell hogy mondjam, tehát oké, okay, tehát nem kell túlozni, a maga Warframe-es világában tök izg izgalmas, nem adja magát olcsón, mondhatni így is, és öm, kifejezetten, illetve nagyon kellemes csalódás volt számomra, és azt kell mondjam, hogy azon kevesen warframe egyike lesz, azt hiszem, aki nagyon jól fog beilleszkedni a, úgy azon warframe közé, amit nap mint nap használunk, mint például, ahogy sikerült elnyerni a tetszését a um, Euh, nem tudom, az ivarának, a játékosoknak, vagy inarosznak. <coughs> Tehát így be fog épülni ez a Warframe azon warframe azon kevés Warframe közül, mint a játékosok úgy kedvelnek meg, hogy minden nap használnak. Ezt is hozzá és ezt ezt ki kell mondjam magamból. És most, kedves gamerek, jöjjön az, hogy ez a Warframe halhatatlan-e. Oké? Okay? És most, hogy tisztáztuk azt, hogy ha nem figyelsz, lehet akármilyen Uber Pro modolásod meg fogsz feküdni. Ha csak nem egy Valkyr Ultiban vagy, akkor meg fogsz feküdni. Szóval ebből adódóan a Nidus sem halhatatlan. Oké, tehát oda kell vele figyelni. De tudjátok, miben kurva jó a Nidus? És most megkérdezem tőletek, melyik a legerősebb Warframe jelenleg Warframe-ben? Valaki írta a karácsonyi videóm alá, hogy úgy csináljuk már uh, Nidusról egy bemutatót, mert hogy ő nem mert beletenni semmilyen formát, uh, mert úgy érzi, hogy csak egy kirakat frémet kapott, és, és uh, nem igaz, tehát itt csalódott a frémben. Hát remélem az előző képi anyagokat látva ez változik. A Nidus el elpusztíthatatlan. Szó szerint, ha egy szemernyit odafigyelsz hozzá, elpusztíthatatlan. Nem adja olcsón az elpusztíthatatlanságát, ahhoz képest természetesen, de elpusztíthatatlan frame. Azt kell mondja. Hozzájönnek a, az új fegyverek, bármelyike, az új fegyverek, ami bejöttek vele, majd egyszer arról is jön ki videót, úristen, milyen, mennyire elpusztíthatatlanná vált. Tehát akkor végképp megölhetetlen. És amint itt láthatok, a legerősebb enemik, amik össz bent vannak uh, a Warframe világában, a legerősebb enemik nem bírják kinyírni. Egy faszom Jaggernautról beszélünk. Na, Uh, és most jöjjenek a képességei. Oké, okay, a képességével kapcsolatban rengeteg adat van, és nagyon sok mindez össze ki fogok hagyni, ezért csak arról fogok beszélni, ami engem megfogott. Rengeteg számadat, anyám kinye, ilyen kapcsolat, olyan kapcsolat, el kell menni a wikire, el kell olvasni, a nagyon kíváncsi vagy. Tehát a nagyon részletek kedvelőjére, srácok, a wiki, mert túl sok. Viszont egy valamit jegyezzetek meg a képességével kapcsolatban. Mindegyik képesség erősíti a másikat, de mindegyik képesség az egyestől függ. Tehát az egyes képességtől függ minden, de mindegyik képesség egymást búztolja. Ha ezt megjegyzitek, akkor prók vagytok. Továbbá, a képességek használatának megfelelő sorrendje. Először is felsztekkelsz magadnak minimum háromszorosra az egyes képességet, Továbbá az utána lévő dolgokat, tehát én így javaslom használni a nidust sorrendiség képességben. Hármas képesség, ulti képesség, kettes képesség, és utána fokozzuk az egyest, egyest, egyes, egyest. Tehát hármas, négyes, kettes, egyes. Ebben a sorrendben, miután már föl vagy stackelve egy kicsit az egyessel, ebben a sorrendben nidus nem fog megdögleni, egyszerűen az de nem megy. Ha csak nem, ha nem figyelsz oda, meghal ő is. De amint láttad, nos, kicsit menjünk bele a képességekbe, és utána rátérünk a modolásra, ahol azt hiszem két nagyon-nagyon jó modolást fogok bemutatni nektek és megismétlem magam, mindazok számára, akik szeretik odaírni a videók alá, jaj, nem mondtad ezt, úristen, nem mondtad ezt, jaj, mi lesz itt most katasztrófom, ezt nem mondtad, azoknak mondom, nem fogok mindent elmondani, nem lehet, rengeteg adat van minden képességéről eh, a Nidusnak, és akkor most vágjunk is bele. Egyes képesség, ugye, belecsap a földbe, kijön a hullám, sebzi az enemit, tök jó. Ez nagyon jó, hogy sebzi, de jobban, alsó sarokban látod, hogy hogyan stackelődik fel az egyes képesség. 5 eneminként kapsz egy stacket, 3 stack, egy ulti. Tehát itt, 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 kapcsolódik össze az, hogy minden képesség függ az egyestől, és az egyes táplálkozik a többiből, szóval tényleg mint egy igazi infested frame így, így, növekszik, de hogyha odafigyelsz arra, hogy legyen egyeset felsztekkelve, akkor életben tudsz maradni. Szóval ez a font, Ha van egyesed, élsz a nidussal. Nos, így is el lehet mondani. Alapjáraton strength range modok vannak rá hatásra, illetve efficiency modok vannak hatással az egyesre, de a lényeg az, hogy kurva nagyot tud sebezni az egyes, és de tényleg, tehát olyan könnyed játszás, tehát könnyed játszik, könnyedséggel intézi el a 80-as enemiket is, hogyha arról van szó, hogyha fel van stackelve becsülettel. Tényleg nagyon durva ebből a szempontból. És mint, és mint mondtam, ugye tényleg az egyestől sok-sok képesség, tehát a többi képessége is táplálkozik, a hármas táplálkozik, és az ulti táplálkozik belőle, azok is egyre nagyobbat, vagy mint a ulti egyre nagyobbat fog sebezni. Ezt, ezt érdemes róla megjegyezni. A rengeteg adatér Wikipédia. Kettes képesség úgy működik, mint a Vóbal Ultia. Gyakorlatilag így lenyomód, megjelenik egy ilyen polipcsáv, begyűjti az enemiket, és puff, amennyiben ez függ az egyestől, el fog venni egy ilyen stacket Gyakorlatilag hm, nagy probléma, de nagyon hasznos. Összegyűjti az enemit, és egy csapással kivégezheted őket az egyessel. Fantasztikus. Nagyon nincs mit elmondani róla. Csak ennyit. Jöhet a hármas képessége. Nos, a hármas képessége egy rettenet hasznos dolog. Összekötheted magad a társadal, illetve az enemivel. Erről is rengeteg adat van Wikipédia, amit érdemes róla megjegyezni. Ha összekötöd magad a társaiddal, akkor egymást boostoljátok gyakorlatilag uh, strength uh, továbbiakban. Ha összekötöd magad egy enemivel, egészen... 90%-os uh, damage reduction van, tehát kicsit úgy működik, mint a hármas képessége a Trinity-nek, nem is kicsit, hogy őszintén Tehát, mint a hármas képesség a Trinity-nek, csak 90%-ot nyel el uh, a rát uh, befolyó sebzésről, az rahat sok, szóval uh, azt meg kell hagyni. Nos, ennyit érdemes megjegyezni a hármas képességéről. rengeteg adat van, még egyszer mondom, Wikipédia. Hasznos infókkal van ellátva. A negyedik képessége, és egyben az utolsó, arról is van egy csomó adat, Wikipédia, érdemes elmenni. Nos, Mit érdemes megjegyezni a négyes képességre? hogy kurva jól lesz ki, úristen, de jól néz ki. De amit érdemes megjegyezni, és érdemes rá figyelni, hogy három stacket fog elvinni az egyesedből. Tehát egy idő után jó persze már kurvára én egy, fölsztekkeled magad százig, és akkor tök jó. És, és három stacket fog elvinni továbbá tölti az életedet, tölti a társaid életét. Továbbá az egyesből táplálkozik damage szinten, továbbá öm, a kis mások is bogarantjuk, öm, föl tudnak robbanni és damage-et Gyakorlatilag ez komolyan mondom, ez durva sebzést tudnak csinálni ezek a kis moskok, akik rámásznak enemire, de tényleg öm, durva sebzést tudnak csinálni. És öm, Mit lehet még elmondani, amit úgy nagyon érdemes uh, megjegyezni? Uh, ja, igen, ha felrobbannak azok a kis valamik, akkor a kis magotok, akkor toxikus damage-et délelnek, de, de amúgy uh, range és strength uh, uh, modok vannak rá hatással, minél több erő van, annál jobb uh, sebeznek című történet. Nos, most, hogy letisztáztuk uh, a képességeket, és amit úgy érdemes róluk, megjegyezni, mindenki leírhatja a kommentbe, hogy jól, még ezt nem mondtad, azt nem mondtad, mit nem mondtad, és mit tart fontosnak, ez jogotok ezt leírni, én ezeket tartom megjegyezendőnek nidusa kapcsolatban, nem kell nagyon belemenni a számokba, mert egy kicsit fölösleges. Azt még hadd mondjam el, mert nagyon fontos, hogy ha passzívként életet tölt magának, de hogyha halálodon vagy, tehát halálos sebzés kapnál már akkor, amikor meghalnál, és fel vagy stekkelve az egyesből, akkor tíz stekket levesz, és 5 másodpercig sebezhetetlen leszel, és feltölti a felét az életednek. What the fuck? Tehát remélem ez soha nem nörfölik, mert ez egy kurva jó dolog, és OP ez a frame, és remélem, hogy tényleg nem fogják nörfölni. Na, de lényeg, ami lényeg, Jöjjön az a két modulás, ami nagyon jónak bizonyul számomra az én játéksílusomhoz, de természetesen úgy modoljátok, ahogy nektek tetszik. Nos, modulás szempontjával, srácok, kétfajta modulást fogok megmutatni. Az egyik az egy ilyen endurance szólósabb küldetésekre van, a másik pedig egy csapat alapúbb küldetésekre van inkább egy defenzívebb ö, fajta bét, hogy melyiket próbáljátok ki, az rajtatok el és őszinte leszek veletek, nem fogtok érezni a kettő között különbséget, kivéve kivéve, hogyha átlépitek azt a 100 pluszos határt, akkor ki fog jönni a két modolást közötti különbség, és őszesen elfogadok javaslatokat, modolást, hogyha kultúrát kommenten le tudjátok írni, ti hogy, modalt, hogy modoltátok meg a nidust, és akkor most hát jöjjön, magyarázzuk el gyorsan, mit, hogyan, és mi, merre, hogy gondolkodtam, nos. Ugye, amíg formáztam a nidust, azért a, a közben még, még nem volt teljesen kimodolva, azért kijöttek a gyengeségei a Warframe-nek, főleg, hogyha hosszabb küldetéseken voltál és ezen okból megfontolólag e, raktam bele ide a szólósabb bélbe a steel fiber-t. Az a steel fiber segít neki e, azokkal a magasan sebző elemikkel szembe, főleg az elején, az első fél órában, segít neki, hogy túlélje azokat a lévéseket, addig a pillanatig, amíg felnemztekkeled az egyes, mert azért nem olyan egyszerű kell az egyes, mint amilyen egyszerűnek látszik, addig a pillanatig, amíg felnemztekkeled az egyest, olyan 30-40-ekre, de még utána is azért segít kibírni egy-két golyót. Nos, a következő nagyon fontos dolog, amit úgy érzékeltem, hogy kell bele, az a handspring. Rengetegszer taknyoltam el vele. Úgy értem, hogy ugye jött valami, Moa, anyám kinyas, ledöntött a lábamra, olyan lassan áll föl, hogy az őrület és egy endurance, egy mondjuk egy survivor küldetésen vagy bármi nagyon-nagyon-nagyon jól jön neki a handspring, ugye vitality egyértelmű. Természetesen kihoztam a 205-ös erőt, nem kell pont 205-ös, elég egy kicsivel kevesebb, és meglátjátok, hogy megkapjam a 90%-os damage védelmet, ugye ez a három kursontoságú volt, és hát ki hogy gondolja, ki hogy nem, zenurik ide vagy oda, ha a zenurikot húzol, és csak zenurikkal játszol, akkor nem kell a rage mód oké, okay? talán egy idő után kibírja, mert ugye az egyes képesség is vissza visszatölt valamennyit. Nem kell a Rage mert utána bekapcsol a Zenurik, és, fog, és akkor a Rage annak annyira nem lesz köze semmihez. És ott lesz a Prime Flow, vagy a Sima Flow, az, az, azért kitart egy darabig, de én ennél, az, ennél a résznél, én itt a Rage-et használom főleg azért mert mint mondtam az első fél órával első egy órában a rage használt veszed vagyis hát amíg nem kapcsol a zenorik de én mivel én nem csak zenorikot használok például uh, így a rage -mód, uh, ebben a szóló főle uh, szólósabb bildben ez tökéletesen megállja a helyét akinek nincs rage No para, mert nélküle is el van, de ez egy biztonsági intézkedés nálam, hogy legyen, legyen miből táplálkozni a energiával, mindig biztosan, című történet, és mondjuk ebből kiindulva, ha kivennénk a primed flow-t, egy kicsit vegyük ki, csak 150 energiája van, tehát így, hogyha még flow nem is raknék vele, kurva kéne dolgozni a réznek hogy fenntartsa az energiaszüklőzötted, de egy flow vagy prime flow-val és a régyel, mert folyamatosan sebzik az életét, ugye mindig, mindig, mindig száz van az energia, és ez egy energia van bír, ez a karakter. Tehát az egyes képessége sokat elvesz, igaz vissza is, ad egy keveset, de sokat inkább elvesz, mint ad. Ez, ezt gondoltam ki, a formázás terén beleraktam ugye egy ilyen D polaritást, egy Y polaritást és a flow is a kis vonalkáját, hogy meglegyen. Jöjjön akkor a, a következő build, és a kettő közül nem tudom melyiket szeretem jobban, de ez egy csapat alapúbb build. Ez arra van, hogy ott van körülötted a csapat, és tudod, hogy egymásra vigyázzok, jó? Itt már használtam egy ilyet, hogy over hogy hogyha összekötöm magam egy társammal vagy enemivel az minél nagyobb távol legyen meg, az ultim minél nagyobb távol hason, és az egyes képesség minél nagyobb távol hason, tökéletes defenszet. Hát olyan messzire elhat az egyes képesség, hogy olyan messziről tudod tekkel, mondjuk egy frostgömb alatt, csak stackelsz, stekkelsz, steckelsz, beultizol, és el van, tehát hogyha megnézzük az Ability, Damage, című 30 méteren 30 méteren 6 nagyon jó, nagyon jó lehet, hogy veszitek egy kicsit az energiát vissza kitérnek a -e? 30 méteren 6 az nagyon hosszú és 76 méteren összetuszani kapcsolódva egy társadal az nagyon sok. A 38 méter lehet egy kicsit több is, de nem rossz. Tehát, mint a Warframe univerzumon belül, tehát tök jó. És ezért használtam az overextendedet, mert ez egy defenzív buildre bárhova jó. Egy kis blind rage ugye igaz levesz az effektivitás volt, de kispékeltem egy streamline-nal és visszanyertem az effektivitás no para. Hihezik ugye a, a, a és a Steel Fiber, de mint mondtam, arra van kitalálva hogy defenzívább, és tudod, hogy a csapatodda vigyáztok egymásra, akkor nagyon-nagyon euh, nagyon jó volt ez, ezt a buildet is használni. Nos, euh, srácok, ez, ezek lettek volna euh, a javaslataim erre a dologra. Euh, úgyhogy hát ja, euh, Remélem, hogy tetszenek a béldek, és remélem tudtam segíteni, úgyhogy a következő videók, köszönöm a figyelmet, sziasztok!